A támogatásnak nagyon sok formája van. Valaki csak egyszerűen támogat, valamilyen adományt ad az érintett családnak, valaki pénzben segít, viszont most egy jótékonysági gálára készülünk. Miért ezt a formát választották a támogatásnak? Azért ezt a formát választottuk a támogatásnak, mert hogy nem csak úgy azt szeretnénk, hogy csak úgy adjanak, hanem mi is szeretnénk érte adni valamit, és nagyon nagy örömmel tölt el az, hogy összefogva az egész város, nincs párt, nincs politika, nincs hovatartozás, mindenki egy emberként állt oda, és vállalta azt, hogy igen, én is szeretném a én tudásommal, erősségemmel támogatni ezt a rendezvényt. Az Irodalom Kedvelő Klub nagyon sok felkérést kap itt a városban, és szinte minden felkérésnek eleget teszünk, ha koszorúzás, ha egy irodalmi műsor, ha egy karácsonyi ünnepség, és ez sem első kezdeményezés már itt a városban, hogy jótékonysági gálaműsor készül, ezt is természetesen magunkénak érezzük, hogy amivel tudunk, hozzájárulunk, és szívesen tesszük ezt. Egy ilyen rendezvényre nagyon sok embert meg tudunk mozgatni, ugye nekünk nagyon sok civil szervezettel van kapcsolatunk, és akik valamilyen produkciót tudnak hozni, mindenkinek szóltunk, mindenki jött, és mindenki próbált összefogni, segíteni. Egyrészt ezért, másrészt meg az, hogy egy nagyon színes program áll így össze, ez egy 2 órás nagyon színes program, és újvárosi emberek részvételével. Az egész úgy indult meg, hogy engem megkeresett Varász István, jó régi ismerősöm, akivel több mindent is együtt csináltunk, és ő szólt, hogy mi történt itt a városunkban. Szeretnének segíteni ebben az ügyben, próbáltak adományt gyűjteni, de nem tudták, hogy mi ennek a menete. Megkérdezik, hogy tudnék én esetleg ebben segíteni. Természetesen felvállaltam, hogy utána járok. Elindultam esetleg, kerestem alapítványokat. Egy helyben nem igazán volt ilyen alapítvány, ami ennek ez a profiljába beleillett volna. Debrecenben volt több ilyen is, például a Tündérkő Alapítvány, de igazából annyira túlterheltek ezek az alapítványok, hogy nem nagyon tudtak segíteni. Próbáltuk találni olyan módszert, amely minél hamarabb tudunk segíteni, és végül arra jutottunk, hogy a Facebookon keresünk adományokat. Csináltam egy Facebook posztot, úgy gondoltam, majd néhányan válaszolnak, segítenek, összeszedjük az adományokat, de ez hirtelen nagyon elhatalmasodott, végére több mint 12 000-en megosztották a posztomat. Ennél szörnyűbb dolog talán a világon nincs, hogy egy édesanyja eltemeti a 20 éves gyermekét, és mégis erőnek kell benne lenni, mert hogy van 3 csodálatos gyermek, aki ott maradt, és azokat fel kell nevelni, azokról gondoskodni kell, és mindenki egy emberként áll oda, és úgy, mert mindenki anya, szülő, nagyszülő, és az, hogy eltemetni a szüleinket, az is nagyon fájdalmas, sajnos én már ezt tudom, de nem szeretném és nem is kívánom soha senkinek azt, hogy a gyermekét temesse el. Ez most egy ilyen hirtelen megrázó esemény kapcsán azt hiszem, hogy mindenkit el fog érzékenyíteni, nem csupán a műsor, hanem ez az eset, ez a családi tragédia, ami történt, ez egy nagyon-nagyon-nagyon megható és megrázó esemény, amihez csak érzelemmel és nagyon nagy empátiával lehet csatlakozni, és mi is azt érezzük, hogy ha egy kicsit is tudunk a családnak segíteni, és éppen ezt várják tőlünk, hogy mi egy-egy verset tegyünk hozzá, akkor mi ezt tesszük. És én úgy is gondolom, hogy egy irodalmi összeállításban, vagy egy gálaműsorban egy versnek mindig helye van, akár 2-nek is. Igaz, én a versekkel elfogult vagyok, de azt gondolom, hogy a vers a szavakkal mondja el azokat az érzelmeket, amelyekre szükségünk van egy ilyen esemény alkalmával is. Még nem is volt szó arról, hogy mi csinálunk bármilyen gálát, de jöttek például a Verice népdalköltő, hogyha akarunk valami kezdeményezést, ők mögénk állnak. Aztán amikor elindult ez az egész, akkor egy telefon és mindenki örömmel állt ebbe a sorba, aki segíteni akar ennek a családnak. Ezeket a szervezeteket mi köti össze? Rendkívül színes repertoár láthatunk majd a Sós Imre Színházteremben, de mi az, ami összeköti az egyesületeket, szervezeteket? Hát ebben az esetben mindenképpen az, hogy segíteni akarunk azon, aki most rászorult.
A mindennapokban pedig az, hogy civilek vagyunk, és dolgozunk, és végezzük a dolgunkat, és megmutatjuk, hogy mit tudunk, ami nekünk fontos, a népdalosoknak a népdalok, a bakinak a fiatalok, és sorolhatnám itt tovább. A család hogyan fogadta ezt a rengeteg adományt, a rengeteg segítséget? Nagyon örültek neki, igazából kicsit meg is voltak illetődve, hogy nem csinálják hozzászokva azt, hogy az emberek segítek nekik. Ezért is gondoltam azt az első héten, hogy ne hozzájuk küldjék az adományokat közvetlenül, hanem küldjék el nekünk, rakják le az irodába, majd én szépen elviszem őket egyszerre, ne zavarják őket az emberek. De egy szint után, amikor már annyi minden érkezett, hogy annyi felajánlás érkezett, már igazából azt mondtam, hogy jó, küldjétek rögtön a családnak, ők nagyon fognak örülni, és felvállalják ezt. Tehát igazából ők örültek nagyon, de ők nem kértek soha, viszont mindig megköszönték. Azt beszéltük meg a szervezőkkel, akinek köszönöm ezúton is a munkáját, a Nagy Tamásnak, a Kerekesné Dobi Erikának, meg minden fellépőnek, hogy ha nagyobb összeg összejönne, akkor szeretnénk bevezettetni a vizet a lakásba, és hogyha még a Jóisten azt akarja, akkor egy automata mosógépet is, hogy megkönnyítsük a mindennapokat. De hogyha csak annyit ad az Úr, hogy kevesebbet nem teli ezt ki, akkor tűzifára szeretnénk adni, hogy télen ne fázzanak. Rászné Rácz Erzsébetnek nagy szerepe volt, mindenkivel beszélt, és azt vettem észre, hogy mindenkire azonnal ott volt a segítségi szándék. Ugye ez egy olyan tragikus eset, ami mindenkit megmozgatott, és mindenki azt mondta, hogy igen, mellé áll, hiszen egy újszülött kislányról van szó, és egy másik 2 éves és egy 4 éves kisgyerekről. Milyen eredményt várnak? Mit tudnak majd segíteni a családnak az összegyűlt összegből? Hát ez van annak is függvény az, hogy mennyi támogatója, mennyi belépő fog elmenni. Az az első elképzelésünk, hogy fürdőszobát szeretnék neki kialakítani abba a házba, ahol a 3 gyerek nevelkedik jelenleg. Nagyon sokan segítettek. Itt helyben Újvároson kaptunk babaruhákat, kaptunk kiságyat, kaptunk heverőt, kaptunk babahordót, mindenfelől jöttek még ruhák, rengeteg pelenka, babétel, de például a Rosszman is felvállalta, hogy segít egy nagyobb csomaggal. A patikában is segítettek, minden ruhát, minden babaélelmiszert féláron tudtunk beszerezni, úgyhogy rengeteg segítséget kaptunk, sőt volt, aki külföldről segített, Németországból is érkezett csomag, volt, aki Angliából pénzt küldött a gyerekeknek, és ennek az egésznek a lezárására szerettünk volna egy ilyen gálaműsort csinálni, mert sok olyan civil szervezet volt, aki szintén segítene, és így tudna hozzájárulni. Ehhez viszont arra van szükség, hogy az emberek erre a gálaműsorra el is jöjjenek, megvegyék a jegyeket, egyébként egy-egy 1000 forint, egy támogató jegy pedig 500 forint. Jegyeket többféle helyen lehet vásárolni, például itt mögöttünk a Turinform irodában is kaphatóak a jegyek. Azt érzem, hogy mindenki ugyanazzal a szándékkal jön ide, és ez már egy összetartó, összefogó erő. Ezek a produkciók nagyon különböző színvonalok, különböző témájúak lesznek, lesz benne sok vidámság, ahogyan én tájékozódtam, és komolyság is, meg érzékenység is, stb. De ezt ez a szándék fogja összefogni, hogy ugyanazért a családért, ugyanazért a történésért tesszük mindannyian, és egy cél érdekében szeretnék most itt adni valamit a városnak, a családnak és ennek az ügynek. Eleve az, hogy megismerik egymás munkásságát, egymás munkáját, még mondhatom azt is, hogy egymás kultúráját is, mert amikor a roma, nem roma társcsoport lép fel, egyértelmű, hogy ismerkedünk, egyértelmű, hogy gondolkodunk, hogy tudnánk együtt csinálni valami csodát. Szinte a város fiatalsága ismerős nekünk tanítványként, vagy éppen, ha még a másik iskolából versenyekről is, de ismerjük a fiataljainkat, és azt is mondhatom, hogy mi azt, hogy segíteni és mellé állni egy ügynek, mellé állni egy családnak, ezt mi természetesnek vettük az egész pályánk során. Ha ez a segítség csupán egy mosoly, vagy egy kérdés, vagy egy biztatás, vagy éppen egy jótékonysági eseménynek a megszervezése, akkor azon a szinten, de mi a segítséget egy család felé, egy gyerek felé, azt mi természetesnek tartjuk, és mindig úgy érzem, hogy akár a pedagógus társaim nevében, az iskolák nevében is mondhatom, hogy mi ezt meg is tesszük, amennyire erőnkből telik. Ez a rengeteg segítség, adomány, pénz, illetve a jótékonysági gála hatására
rövid vagy hosszú távon tudunk segíteni a családon? Én úgy gondolom, hogy inkább középtávon, semmiképp nem rövid távon, hiszen például pelenkából, baba ételekből annyi adag került beszerzésre küldtek el a családok, hogy igazából nem szükséges a következő egy évben sem szerintem pelenkát vásárolni a picinek. Viszont hosszú távon nyilván ettől nem oldódik meg a család sorsa. Én ismerem a nagymamát, aki vigyáz a kicsikre, a gyerekekre, ő mindent megtesz azért, hogy a család rendezett körülmények között éljen, de szükség lesz arra, hogy későbbiekben esetleg még újra rájuk nézzünk. Ha tudunk olyan segíteni, akkor támogassuk továbbra is a családot. Most egyelőre rövid távon segítünk, mert egy bizonyos pénzösszeget fogunk felajánlani, de azt gondolom, hogy ez valahol hosszú távú segítség is lesz, mert ha sikerül felépíteni azt a fürdőszobát, akkor azt még a gyermekek felnőnek addig folyamatosan fogják tudni használni, ugye is. És ez nagyon jó dolog lenne számukra. Emellett azért ennek a családnak szerintem mind anyagi, mind mentális, lelki támogatása szüksége lenne nagyon-nagyon sokáig, míg ezek a gyerekek felnőnek. És az lenne a szerencsés, hogyha ha folyamatosan mögöttük állna valaki, aki tudna őket segíteni. Nem is biztos, hogy anyagilag. Akik eljönnek a Gála műsorra, egyrészt eltöltenek egy kellemes délutánt, különböző kultúrákat megismerve, különböző fellépőket, teljesen más szemszögből láthatnak műsorokat. Másrészt pedig olyan élménnyel mehetnek haza, hogy igen, ők is segítettek, könnyebbítették egy család, könnyebbítették kisgyerekek életét. Nekem ez a kis fiatalasszony, aki ilyen tragikusan elment, és sajnos maga után itt hagyott három kicsi gyermeket, nekem ő tanítványom volt. 4 évig az osztálytermemben ült, tudtunk egymásról, mert tudtam róla sok mindent, de még 4 év után is ő szívesen részt vett az én tánccsoportomban. Ő egy végtelen, szelíd teremtés volt, és nagyon ragaszkodott a felnőttekhez, szóval szívesen bújt oda, és mindig örült, hogyha megkérdeztünk tőle valamit, hogy mi újság vele, és nagyon boldog volt, ha szerepelhetett ezekben a csoportokban. Emlékszem egy olyan esetre, amikor a ruhák mérete miatt már majdnem kimaradt. Hogy nem lesz, mert picike termető volt, hogy nem lesz rá megfelelő ruha, és végül úgy alakítottuk, mert láttuk azt, hogy mennyire izgul azért, hogy ő is benne lehessen, hogy nem baj, ha hosszú, majd úgyis megvarjuk rád ezt a ruhát, és nekem erről fényképen van, és most meg is néztem, hogy milyen aranyos volt kis 10 évesnek, 6 évesnek, 8 évesnek. Szép emlékeim vannak róla, aranyos verset mondani is szeretett. Szerette az ilyen kulturális dolgokat. Amikor tudunk segíteni, vagy össze tudunk fogni, akkor mindenki kap. Tehát azt az érzést, amikor te odaadsz valakinek valamilyen adományt, legyen az 2 konzerv, vagy legyen az egy nagyobb pénzösszeg, azt az érzést, az egy csodálatos. Tehát azok az emberek, akik tudnak segíteni, azok folyamatosan kapnak. Szeretném kérni mindenkinek a segítségét, biztatni arra, hogy minél többen gyűjjünk össze október 20-án délután 4 órakor a Művelődési Központ színház termébe, töltsük meg a színházat, fogjunk össze, mert nagyon fontos az anyagi segítség is. De ami én szerintem mindennél fontosabb, azt, hogy érezzék azt, hogy mi együtt vagyunk, összetartozunk, ez egy város, és nekem van egy mottom, hogyha veszel, akkor a kezed telik meg, de ha adsz, akkor a szíved. És szeretném, hogyha ott minél többen lennénk, és megmutatnánk azt, hogy igen, mi összetartozunk.